Ebben a videóban megnézzük, hogyan tudunk gyakorolni mondjuk egy ókori Görögország témazáróra a Purpose Games segítségével. Írjuk be a keresőbe, hogy purpose fogalmás. Az első találatra kattintva eljutunk a honlapra. Természetesen, aki tudja a honlap közvetlen címét, www.purpose-gamás.com, akár ezt is beírhatja, és így juthat az oldalra. Jobb felső sarokba találjuk a bejelentkezést, erre kattintva megadjuk a felhasználó nevünket, és megadjuk a jelszót. Megnyomjuk a bejelentkezés gombot, és már is fent vagyunk az oldalon. A jobb felső sarokban le tudjuk ellenőrizni, hogy milyen néven jelentkeztünk be. Rögtön, ha nem a saját névvel regisztráltunk, akkor egy beállítást végezzünk is el. Erre azért van szükség, mert a tesztek kitöltése során én látni szeretném azt, hogy ki dolgozik ezen az oldalon, ehhez viszont be kell tudni azonosítani a felhasználókat. Ezért az a kérésem, hogy itt a beállításoknál, tehát miután az ikonra kattintottunk, beállíthatjuk a saját felhasználói oldalunkat. Természetesen cserélhetünk képet is rajt, de ami most nekünk fontos, hogy a bejelentkezési név van fölül, és a felhasználó név alatt az megváltoztatható. Ide a saját nevét írja be mindenki, én mondjuk most Kis Pista leszek, és a változás mentése gombbal ezt elmentjük, ebben a pillanatban látszik is, hogy az osztályom helyett, ami a bejelentkezési név volt, megjelenik az, hogy Kis Pista. Még egyszer mondom, ennek azért lesz jelentősége, mert amikor egy játékot kipróbálunk, egy térképes játékot kipróbálunk, akkor egy eredménylista készül, és az eredménylistából vissza lehet azt keresni, hogy ki töltötte ki az adott kérdőívet vagy tesztet. Nézzünk akkor egy példát. Ide a keresőbe most az egyszerűség kedvéért írjuk be azt, hogy 5.4 Hellász, ezután nyomjunk egy Entert, és ki is adja a találatot, itt látszik, hogy készítője H. Csaba, az vagyok én, rákattintunk a Hellász feliratra, és már is indul a játék, úgy állítsuk be az ablakunkat, hogy látszódjék a teljes két térkép, illetve itt fölül fontos, hogy ez a sor látszódjék, hiszen itt fogja mutatni nekünk az oldal, hogy éppen mire kell kattintanunk. A játék roppant egyszerű, a térképen látjuk a kis kék pontokat, ezek jelölik a görög helyeket, helyszíneket, településeket, és ha megnyomjuk a play gombot, elindul a játék, és már is lehet keresgélni, hogy az Olympos az mondjuk itt lesz, maraton itt lesz. Arra ügyeljünk, hogy a kattintás előtt kéz alakúra változik az ikonunk, a kurzoré, akkor nyomjunk rá, tehát hogyha még nincs kéz alakú, hiába kattintunk, nem fog menni. Mondjuk Tróját hibázzuk el most egyszer, és találjuk el másodszor. Látjuk, hogy az eddigiekkel ellentétben, amiket eddig eltaláltunk, azok zöld színnel kerültek megjelölésre a térképen, amit másodszor találtunk, az viszont csak sárgán jelöli a térkép. Nézzük meg Delfoit, ezt is hibázzuk el, de ezt most kétszer hibázzuk el. Ebben a pillanatban, ha eltaláltuk, amit csak harmadjára találtunk el, azt pirossal jelöli meg nekünk a térkép. Termopilai szoros most hibázzuk el háromszor, egy, kettő, és abban a pillanatban, hogy a harmadik megvan, már látjuk is, hogy a térkép bejelöli lilával, hogy bocs, de ezt kellett volna jelölnöd, pajtás. Addig nem is enged bennünk tovább, amíg egyre rá nem kattintunk. Ha rákattintottunk, akkor pirossá változik az a helyszín, amit harmadszorra se találtunk el, és mehetünk tovább, most már ne tegyünk a hibát. Spárta, Szalamis, Kréta, hoppá, mondta jó, Atén, Délosz szigete és Olimpia. Ha az utolsóval is elkészültünk, íme látható, hogy valóban megjelent a nevünk az eredményi listán, és látszik az is, hogy 67%-kal és 1 perc 30 másodperc alatt töltöttük ki. Fölül pedig látjuk mindig, ez azt mutatja, hogy mennyi van még játék közben hátra, tehát hány feladvány jön még, mennyi lett a jó, mennyi lett a rossz. És itt fölül még egyszer látszik az idő. Hát azt nem tudom megmondani, hogy mi az két adat eltérése közt a eltérésének a magyarázata, de tulajdonképpen
így működik maga a játék. Ugye, ha újra akarunk játszani, akkor az alsó gombot megnyomjuk, és annyiszor gyakorolhatunk, ahányszor éppen szeretnénk, célszerű addig gyakorolni, amíg 100%-osra és viszonylag gyorsan nem megy. Látjuk, hogy ez a játék beállítható többféleképpen. Itt például az van beállítva, hogy 3 perc áll rendelkezésre a megoldásra, tehát 3 perc alatt azért a végére kell érni.